A résztvevők első feladata az adott évnek megfelelő táv, idén 2022 méteres futás teljesítése. Az általános iskolában a nap hátralevő részében további 2 órás változatos programsorozat várta a diákokat. A hagyományoknak megfelelően rendezzük meg ezt az Európai Diáksport napját. Mindenféleképpen fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek rendszeresen mozogjanak az iskolai plusz testnevelési órákon kívül is. És sajnos most azt tudjuk mondani, hogy csak a diákok csinálják, mert ezt a versenyt egyébként, ezt a rendezvényt szülők bevonásával szoktuk végrehajtani, de most mégis úgy döntöttünk a betegségek megléte miatt, hogy most csak az iskolai gyerekeknek hirdetjük meg. De tavaly nem tudtuk megcsinálni ilyen keretek között, most viszont megpróbáljuk és meg is csináljuk. Egy kicsit az időjárás közbeszólt, működik a történet. 30 állomást terveztünk, amelyen minden gyerek 1-től 8-ig végighalad, és tulajdonképpen ebből a 30-ból sajnos most az időjárás reggeli eső miatt a várkerti részeket sajnos ki kellett, hogy vegyük, így maradt egy olyan 22-23 állomás. Van állomásunk a csarnokba, van a belső udvarunkon, külső udvarunkon, alsó folyosón, felső folyosón, aulába, disztribünön, lelátón. Próbáltuk mindenféleképpen minél nagyobb helyre kiszorítani ezeket a lehetőségeket, és minél változatosabbá tenni. Eddigi tapasztalatok alapján azt mondom, hogy nagyon várják a gyerekek, szerencsére élvezik, pontosan azért, mert azért ez iskolai testnevelési órákhoz hasonló, de mégsem ugyanez, tehát változatos órák vannak, és olyan lehetőségek, amelyeket általában azért nem lehet minden nap csinálni, mellettem is lehet látni egy olyan furikot, amit azért testnevelési órán nem nagyon szoktunk tologatni, itt viszont a gyerek van lehetőség arra, hogy azzal is mozogjon egy kört, és ez is egy kicsit színesebbé, változatosabbá teszi a történetet. A tanulók évről évre lelkesen várják az eseményt, hiszen különböző sportágakkal ismerkedhetnek meg. Az esős időjárás ugyan nem volt kedvező, ezért több szabadtéri programot törölni kellett, de így is 23 helyszínen voltak feladatok a diákok számára.